Kézfertőtlenítés. Ezeket a felvételeket fél éve készítettük az egyik budapesti vállalkozásnál. Elsők között vezettek be óvintézkedéseket a koronavírus miatt. Azóta lázat is mérnek a bejáratnál. 25 alkalmazottjuk nagy vállalatok kommunikációján dolgozik, már főleg home office-ban. Heti 2-3 nap az, amit az irodában töltünk, a többit pedig otthonról dolgozzák a kollégáink. És most, hogy a második hullám elindult, most még nagyobb elővigyázatosságra van szükség. Eddig a legtöbben tavasszal, a járvány első hullámának csúcsán dolgoztak otthonról. Részben vagy teljes munkaidőben több mint 700 ezeren, a munkavállalók 16%-a a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kutatása szerint. A kormány most szabályozná a home office-t. Az illetékes államtitkár az Inforádióban arról beszélt, senkit sem lehet távmunkára kényszeríteni. Ez csak a két fél megállapodásán alapulhat. Ha csak egyik fél akarja, a másik ettől elzárkozik, akkor nyilvánvalóan ez nem lesz működőképes. A kormány rezsitámogatást is javasol az országgyűlésnek, adómentes átalányt, amely kompenzálhatja az otthoni víz, villany és nyomtató használatot. Ennek pontos összegéről a munkaadónak és a munkavállalónak kell majd megállapodnia. De legfeljebb a mindenkori minimálbér 10%-át adhatják oda, vagyis idén 16.100 forintot havonta. Ha valaki távmunkában dolgozik, a fölmerülő költségeket nyilvánvalóan a munkaadónak kell állnia. Arról, hogy a munkaadónak vagy a munkavállalónak kell-e számítógépet biztosítania a távmunkához, illetve home office esetén kit és mekkora felelősség terhel, még tárgyal a kormány az érdekvédőkkel. A szakszervezetek azt követelik, hogy üzeminek minősüljön minden távmunkában elszenvedett baleset, különben sok tízezer forintot is bukhat egy szerencsétlenül járt dolgozó. A munkavégzés alatt kificamodik mondjuk a bokája, akkor gyakorlatilag 100%-os tárpénzre jogosult. Amennyiben ez nem munkavégzés alatt történik, tehát nem üzemi balesetről van szó, akkor pedig csak a keresőképtelenség szerinti 60%-ot kapja betegszabadság esetén. Kerestük a kormányt, várhatóan mikortól vezetik be a home office szabályokat, illetve melyik hónapban járhat először az új rezsitámogatás, de egyelőre nem válaszoltak.